Na, hova megyünk ma? Hova megyünk? Hát Los Angelesbe, úgyhogy gyerünk! Na, sziasztok, srácok! Hát igen, ma Los Angelesbe repülünk, amit már nagyon-nagyon vártunk, és már nagyon régóta elterveztük, hogy menni fogunk. És most ezúttal Zürichből fogunk repülni a Swiss-szel. Úgy döntöttünk, hogy közvetlen járattal fogunk menni. 12 órát fogunk elvileg repülni. Egyébként 1 órára lakunk Zürichtől. Nem vonattal megyünk, mert találtunk olcsó parkolóhelyet is a repülőtérhez közel. 80 frankba kerül 2 hétre, úgyhogy szerintem ez egy tök jó ár érte. És hát hozzáteszem, hogy sokkal olcsóbb ez így, mint hogyha vonattal mennénk oda és vissza. És kényelmesebb is. 9:45 van egyébként, úgyhogy lassan indulunk el, hogy odaérjünk, úgyhogy tartsatok velünk, és akkor nézzük meg, hogy milyen Zürichből repülni a Swiss-szel. Mit hagytál ott? És te nem szólsz? Mit hagytunk itt? Én mindig nem mondom. Nem mondom meg. Na, jó van. És akkor most irány a Zürichi repülőtér. Na, megérkeztünk a parkolóhoz, ami egy külső parkoló, és innen majd villamossal fogunk tudni bemenni a repülőtérre. A helyünket itt már jó előre lefoglaltuk, hogy biztosan legyen, és hogy olcsóbb is legyen, és úgy tudunk oda bemenni, hogy e-mailbe kaptunk egy ilyen behajtási engedélyt, amire rá kell kattintani, hogyha odaérünk a kapuhoz. Jó. Na, megérkeztünk, itt fog állni az autó. Te melyiket hozod? A 2 nagyot. Na, mi is ilyennel fogunk bemenni. Átestünk a biztonsági ellenőrzésen, nagyon gyorsan ment, nagyon flottul. És ez lesz itt mögöttem a gépünk, legalábbis azt hiszem. És mutatok még nektek egy-két svájci érdekességet, amit itt a vámmentes övezetben lehet még vásárolni. Nagyon izgatott vagyok egyébként, hogy a tavaly szeptemberi British Airways-es utunkhoz képest a Swissair-rel mennyivel lesz másabb a kiszolgálás, meg úgy az egész utazás. És ez egyébként Zürich és Los Angeles között, amivel most mi repülünk, ez egy közvetlen járat. Hosszú lesz, de remélem, hogy tartalmas és kényelmes. Svájci csoki. Itt aztán van kolomb, kakukkos óra és póló is. És nézzétek meg, milyen hatalmas nagy tehénkolompok vannak ide kiakasztva. Marha jó. Az elmaradhatatlan fondue készletet is, hogyha esetleg elfelejti valaki, akkor itt be tudja szerezni. Egy órás sorba álltunk, egy órát vártunk, hogy átvehessük, és még ráadásul nem is tiszta. Hát ez van. Na és hát megérkeztünk végre, és annyira fáradtak vagyunk, hogy most jelenleg még fel se fogtunk, meg még egyelőre örülni sem tudunk, mert azért hosszú volt ez a 12 óra, de azért tudni tudunk, benne van a fenékben vagy 10.000 kilométer, és most még egy jó 2 órás út, 200 kilométer vár ránk innen a Los Angeles-i repülőtérről egészen le
a San Diego-i partokhoz. Igen, mert ott foglaltunk szállást, és az a terv, hogy most nem fölfele megyünk San Francisco felé, hanem most lefele indulunk el, és megnézzük a nemzeti parkokat. A lehető legtöbbet, ami útba esik, és ami belefér természetesen az időnkbe, majd meglátjuk. Ja, és hát a repülő útról nem is meséltünk, hogy milyen volt ezzel repülni. Hát nagyon jó volt, csak nagyon tele volt a gép, tényleg nem volt egyetlen egy szabad hely se. Kajával bőven elláttak, kérni is lehetett bármikor italt, és legalább ötször volt etetés, ha jól emlékszem. Igaz? Igen. Volt egyszer egy ilyen snack, aztán hozták a paprikás csirkeszerű valamit, aztán hoztak egy szendvicset, aztán hoztak fagyit, aztán hoztak egy ilyen pizzát a végére, leszállás előtt 2 órával, és akkor ennyi tulajdonképpen, szóval tényleg bőven volt minden, viszont a hely az nagyon kicsi volt a lábtér, múltkor azért jobban elfértünk, most viszont azért nem tudtuk kinyújtani a lábunkat, és így elég kellemetlen volt a helyzet, de hát ez van. Még mindig jobb, mint hogy a 16 órát kellett volna repülni. Na jó reggelt mindenkinek, megérkeztünk tegnap este olyan 10 óra körül ide San Diego-ba. Csak már olyan fáradtak voltunk, hogy még fel se fogtuk tulajdonképpen, hogy itt vagyunk, és az autóval is volt egy kis gond, ugyanis nagyon koszos volt, és akkor nem volt kedvünk már visszavinni, de most akkor kicseréltetjük. Legalábbis megpróbáljuk kicseréltetni. Felkeltünk ma olyan 5 órakor, és még mindig csak 8 óra van, úgyhogy erre is bőven van időnk, utána viszont irány San Diego. Akkor azt mondtam, hogy koszos, akkor ilyen foltokra gondoltam, meg ilyenekre, ahol így konkrétan ki van öntve az üdítő, de hát tegnap már erre nem volt kapacitásunk, így is 1 órát álltunk a sorba. Na most megtankoltuk az autót is, hogyha esetleg kicserélnék nekünk, akkor utána ne kelljen ezzel se szenvedni, mert ugye teletankkal kell visszaadni. Na kicserélték az autónkat, nagyon rendesek voltak, mert ki tudtuk választani, hogy melyik autót szeretnénk, és mi kiválasztottuk, amit eredetileg is akartunk még ott Los Angelesbe, ezt a Nissan Rouge-t, nekünk ez megfelelő, jó a fogyasztása, és egy új autó, úgyhogy ez tökéletes lesz nekünk. Micsoda, miért nem kell? Mert fűszagú. Az a másik, az régebbi is volt. Itt nem lehet belátni, hátul se, úgyhogy remélhetőleg nem lesz itt probléma se. És eddig mindig floridai rendszámú autót kaptunk, most viszont tudják, hogy hova fogunk menni, és utahi rendszámú autót kaptunk. Lelőtték a poént, amit ti még nem tudtatok. Itt vagyunk most a mexikói határoz közel, és eljöttünk egy kicsit körülnézni, hogy megnézzük, hogy itt milyen délen. És úgy voltunk, hogy nem veszünk most semmit, aztán utána mégis vettünk valamit, mert annyira jó akciók voltak, hogy egyszerűen nem tudtuk kihagyni. De most már tényleg azt menjünk, aztán nézzük most már meg azokat a nevezetességeket San Diego-ban. Egy kis kitérő után most bejöttünk San Diego-nak az óváros részébe, egészen pontosan jelenleg a Gázlámpás negyedben állunk, és hogyha esetleg még nem meséltünk volna erről, vagy nem láttátok volna még a 2020-as videónkat, akkor ez arról híres ez a negyed, hogy ezek a lámpák régen, ahol most ezek a fehér gömbök vannak felül, itt gázzal működtek tulajdonképpen, egy ilyen láng éget benne, és hogyha mindjárt elmegyünk arra a másik irányba, akkor meg fogjuk nektek mutatni, hogy a mai napig is van 1-2 lámpa, hogy megtartsák ezt az autentikus érzést, aki ide ebbe a városnegyedbe jön.
Egyébként, hát nyilván este ez sokkal hangulatosabb lenne, itt az összes hely ilyenkor tele van, hogyha este látogattok el ide. Viszont mi már jártunk itt, most nem fogjuk megvárni az estét, hogyha esetleg ezt a videónkat nem láttátok volna még, amivel ugye nekünk a videós pályafutásunk kezdődött, akkor ide kattintva megtehetitek. Több helyen is megtalálható itt a Gázlápmás negyedben ez a No Vending Zone, azaz hát nem lehet árusítani ilyen mindenféle, mondjuk New York-i hordogos kocsiból. Szóval erről szól ez a városrész, hogy tele van jobbnál jobb éttermekkel, bárokkal, természetesen van egy csomó tapas bár is, hiszen itt vagyunk Mexikóhoz nagyon közel, úgyhogy első osztályú különböző rumokat, illetve tapaszokat lehet itt tenni. És aki olasz ételekre vágyik, annak itt van Kis Itália, ahol az épületek színesek, mint Olaszországban, és csak és kizárólag olasz ételeket lehet enni. Nézzétek meg, hogy még olasz tésztákat is lehet venni, meg mindenféle olasz terméket. És már meg is érkeztünk San Diego óvárosába. Gyertek velünk, és nézzük meg akkor, hogy milyen ez az óváros rész. Hát először azt lehet itt látni, hogy ilyen régi, déli stílusú házak vannak, és mindenfele, amerre csak elnézünk, éttermek. Meglátta Tamás a szombrérókat, neki mindenképpen kell egy, azt mondta. Rá van írva, hogy Made in Mexico, és amúgy 23 dolcsárba fáj egy ilyen szombréró. Mindenféle mexikói dolgot árulnak, hiszen ugye itt vagyunk most lent a határnál tulajdonképpen. Ez az egyik legnagyobb amerikai város itt Kaliforniában, ami a mexikói határhoz a legközelebb van. Na, megérkeztünk erre a részre, ami olyan, mint a skanzen. Itt is ilyen régi stílusú házak vannak mindenfelé, és ott szól a mexikói zene is. Ez az árus pedig mindenféle ilyen mexikói köcsögöt árul, jó drágán. Nézzétek meg, mennyibe kerül. Ez itt például. Rá van írva, hogy Mexikó, $110. Egyébként San Diego azért is jó, mert olyan nyugodt, mint egy vidéki kisváros, és még azért is jó, mert borzasztó jó a klíma itt. Most is olyan 20 fok van körülbelül, se túl meleg, se túl hideg. Ez meg itt olyan, mint egy ilyen régi vadnyugati faluban egy ilyen szalon, tudjátok, ahova úgy mennek be a kávajok, hogy így berúgják az ajtót, azt az ilyen szárnyas ajtót. Amúgy egyébként ez az is. És itt pedig az óvárosban minden vasárnap mise van, hiszen ez a terület itt a Vatikáné. Ha valakinek amúgy kedve van itt San Diegóban és ideje körbejárni a város, de nincs kedve sokat sétálni, akkor felhuppanhat egy ilyen hopon-hopov buszra. Ez itt olyan srácok, a La Jolla Cove-hoz jöttünk most, mint hogyha egy ilyen természetes állatkertbe léptünk volna bele. Vannak itt pelikánok, kacsák, nem tudom, hattyúk, itt repülnek egyébként fönt a pelikánok.
és lent pedig ez a hang, amit hallotok, ezek pedig az oroszlánfókáknak a hangjai, hiszen ez itt a természetes élőhelyük, és itt nagyon jól érzik magukat ebben a gyönyörű, szép napsütéses időben. Már alig vártuk, hogy ide eljöhessünk, és zabálhassunk. Na jó, szóval komolyra fordítva a szót, már nagyon régóta ide visszavágytunk ebbe az In-N-Out burgerbe. Vettünk is magunknak sajtburgert és hamburgert. Így be vannak szépen ide csomagolva. Ezek a sima burgerek itt. Mint a kisbabák, nem? És akkor ez a sajtburger, meg ha jól tudom, akkor... Ezek közül ez a kettő a sajt, és a többi az pedig sima hamburger, és adtak hozzá egy hatalmas nagy kosár sült krumplit is, mert azt is kértünk. Amúgy tele van az étterem, és kettő soron folyamatosan sorba állnak az autók az autós kiszolgáláshoz, mi azért is döntöttünk úgy, hogy nem esszük meg ott, meg bementünk, elhoztuk, és akkor itt szépen megesszük, ez pedig nagyon finom. Na, gyerünk tovább akkor Palm Springsbe. Az a Joshua Tree Nemzeti Park alatt van. Szerintem úgy néz ki, mint egy vallatókamra. Ez nagyon finom, Amalfi Party, citromból van. Nagyon jó. Megérkeztünk ide Palm Springsbe, este már nagyon fáradtak voltunk, úgyhogy nem is köszöntünk el. A következő videót innen fogjuk folytatni. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kolompoljatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!